minden hétköznap reggel, ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs. Halleluja! Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a csodálatos pénteki napon. Isten kegyelméből újra találkozhatunk itt az imapajzsban. Ha nem tudod, hogy még mi ez az imapajzs, akkor most elmondom neked, az imapajzs az egy nemzetközi imahálózatnak a napi programja. Minden nap van ez a programunk. Itt nyilvánosan hétfőn és pénteken láthatjátok ezt a programot. Nagyon nagy szeretettel látunk benneteket, és ebben a programban egy akaraton, tiszta szívvel együtt fogunk imádkozni azért, hogy Isten királysága menjen előre. Mai napra is van egy fantasztikus igénk, egy fantasztikus ima témánk. A mai napra az igénk az 1 Mózes 8.22. Ennek utána, míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyál és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Nagyon-nagyon fontos a mai napi témánk, az a vetés és az aratásnak a törvénye. Nagyon fontos, hogy itt az 1 Mózes 8.22-ben már Isten leszögezte, hogy vetés és aratás lészen. És ez nem csak fizikális szinten értendő, hogy vetés és aratás meg nem szűnnek, hanem szellemi szinten is ez egy olyan törvényszerűség, ami nem szűnik meg. Amikor Jézus eljött és betöltötte a mózesi törvényeket, akkor nem azt jelentette, hogy a törvények megszűntek azáltal, hanem hogy betöltötte azokat, és ugyanígy van ez a vetésnek és az aratásnak a törvénye, ami még a mózesi törvények előtt volt. Ha elolvassuk Ábrahámnak a történetét, akkor fogjátok látni benne, hogy Ábrahám már azelőtt adott tizedet, azelőtt vetett már, mielőtt akárki kérte volna tőle. Mert ez egy szellemi törvényszerűség volt már akkor is, a mózesi törvények előtt. Ábrahám Mózes előtt élt, és Ábrahám már akkor vetett, mikor még Mózes nem adta ki a parancsolatokat erről, a Szent Szellem által. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ennek a szellemi törvényszerűségnek a tudatában járjunk, mert ez egy olyan dolog, amiben akár hiszünk, akár nem működik. Figyeljétek meg azt, hogy ha valamilyen területen elkezdtek az életetekbe belefektetni, akkor az a terület lesz prosperáló, és az a terület fog előre menni. És amikor az Istennel való kapcsolatodba veted az idődet, az energiádat, az anyagiaidat, akkor, és Istennek a királyságába, akkor ugyanez fog megtörténni. Csak a teljes életeddel. Már nem csak az életednek egy területe lesz zöld elő, hanem az életednek a teljessége. Azért, mert ez egy szellemi törvényszerűség. Mondok egy másik példát. Például, ha másoknak vetsz, akkor te magad is felüdülsz. Ez a példabeszédek 11.25. A mással jót tevőt ember megkövéredik, és aki más felüdít, maga is felüdül. Ez van leírva a Bibliában. Úgyhogy a vetésnek és az aratásnak a törvénye az egy rendkívül fontos dolog. Mert ez Isten királyságában ugyanolyan fontos, mint a világban. Ugyanolyan fontos szellemileg is. Hogyha nem veted el a gabonát, akkor nem fogsz mit aratni. De hogyha pedig elveted, akkor lesz aratni valót. És nagyon-nagyon fontos az, hogy bölcsök legyünk ezen a területen, hogy tudjunk vetni is. Ne csak feljelni tudjuk a készleteinket, hanem szellemileg is, fizikálisan is tudjunk vetni. És a mai nap ezért szeretnénk, hogy imádkozzunk, mert mi az Új Szövetség gyülekezet hálózat, a kijelentésnek a hónapjában vagyunk, és folyamatosan újabb és újabb kijelentésekkel gazdagodunk, folyamatosan újabb és újabb kijelentésekkel bővül a mi tárházunk, és a mai napon ez a kijelentés a vetésnek és az aratásnak a törvénye. Az, hogy ezt magunkévá tudjuk tenni, és ezért fogunk imádkozni, hogy ez működésbe legyen helyezve az életünkbe. Úgyhogy már most el fogunk kezdeni ezért imádkozni. Atyám, a názareti Jézus nevében köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a te kegyelmedet a Jézus nevében, és atyám, köszönjük neked,
hogy te szellemed által van nekünk lehetőségünk előre haladni ebben az életben. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te azért haltál meg, hogy nekünk életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És a Jézus nevében így köszönöm neked, drága mennyatyám, hogy te erre hívtál el minket. És imádkozom azért, drága mennyatyám, hogy ez a kijelentés a miénk lehessen. Hogy miénk lehessen ez a kijelentés, az, hogy hogyan kell vetnünk, hogy hogyan kell aratnunk, atyám, a názareti Jézus nevében. Ezért imádkozom, hogy tudjuk ezt elvenni, tudjuk ezt magunkévá tenni, hogy tudjunk igazán szívből adni is, igazán szívből vetni, igazán szívből aratni is a názareti Jézus nevében. Imádkozom azért, hogy a te akaratod tudjon betelni ezen a területen. Imádkozom azért, hogy tudjunk igazán előre haladni az életünkben. Köszönöm neked, atyám, hogy felismerjük ezt a szellemi törvényszerűséget, aktiválódik a mi életünkben is, atyám. Köszönöm neked a te áldásaidat, amit ezáltal elkészítettél számunkra. Köszönöm neked, atyám, a vetésnek a fontosságát, a tizednek a fontosságát. Köszönöm neked, atyám, azt, hogy a te kegyelmedből adhatunk, és a te kegyelmedből arathatunk, és a te kegyelmedből kaphatunk is, atyám. És köszönöm neked, atyám, azt, hogy adsz a magvetőnek magot, és eledelt is. És így adunk neked hálát, atyám, hogy magvetőkké tettél minket. És ezért imádkozom, hogy tudjunk magvetők lenni, hogy tudjon a mi életünk magvetővé válni, atyám. Imádkozom azért, hogy tudjunk olyan földekre vetni, ahol százszor annyit teremnek a mi magjaink. Ezért imádkozom, hogy tudjanak százszor annyit teremni a mi magjaink, 30-szor és 60-szor és 100-szor annyit tudjanak teremni a mi magvaink, atyám. Imádkozom az anyagi magvakért, az időbeli magvakért, imádkozom azokért a dolgokért, atyám, amik teljesé tudják tenni a mi életünket a názareti Jézus nevében. Köszönöm neked, drága mennyatyám, a Jézus Krisztus nevében, hogy te hívtál el minket erre a szolgálatra, az aratásnak a szolgálatára és a vetésnek a szolgálatára, és a Jézus nevében azért imádkozom, hogy a magyar eklézia, atyám, hogy az új szövetség gyülekezet is tudjon megerősödni és felépülni ebben a kijelentésben, hogy tudjunk ebben helytállni, atyám, hogy tudjunk előtted is kedvesek lenni ezáltal is a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. És egy nagyon fontos igét hoztam még nektek, a Lukács 16:11-ből. Ez egy nagyon-nagyon fontos ige. A keresztényeknek nagyon fontos ez az ige. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? Ez egy azért nagyon fontos ige, mert beszél a pénznek a jelentőségéről. A hamis mammon, mint a pénzet, a pénzt jelképezi, tehát nem az igazi kincs, és hogyha ezen nem vagyunk hűek Isten királyságá szempontjából, akkor ki tudná ránk bízni az igazit? Kedves testvérem, hogyha te életeddel nem az bizonyított, hogy te Isten királysága számodra az első, akkor hogyan tudja rád bízni Isten azt, ami sokkal értékesebb ennél? A szellemi dolgokat. Nagyon sok keresztény kívánja a szellemi ajándékokat, a szellemi kincseket, hogy ő így tudjon menni előre, meg úgy tudjon szolgálni, meg ezt tudja csinálni, meg nagyon sokan megtérjenek általad. Ez mind nagyon jó dolog, mert azt mondja Pál apostol, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat. De vannak szellemi törvényszerűségek, amik, hogyha nem cselekszel meg, akkor Isten hiába akar téged megállni, nem tud. Mert olyan hiányterületek vannak az életedben, amit ő elmondott, lefixált. És hogyha nincsen meg ez, akkor sátán be tud lőni azon a területen, és tud rabolni. És pont ezért nagyon fontos, hogy az anyagiak rendben legyenek az életünkben. Ugyanúgy, ahogy az életünknek az időbeosztása rendben legyen, az, hogy Isten legyen az első, ahogy az energiánknak a beosztása rendben legyen. Ugyanúgy nagyon fontos, hogy az anyagiakban is rendben legyünk, minden területen. És a vetés nem csak az anyagiakról szól, de erről is. Erről is. Mert azt mondja Istennek az igéje, hogyha ezen nem vagy hű, nem tudja rád bízni az igazit. Erről beszél Isten igéje. És ez sokak életében, elmondok egy dolgot, Istennek igazán nem a pénzedre van szüksége, hanem a szívedre. De az anyagiakban is egy mérce van előttünk, hogy mennyire van a szívünk Istennél. Ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Ezt írja Istennek az igéje. Úgyhogy pont ezért nagyon fontos, hogy mi keresztények példaértékűek legyünk ebben. Példaértékűek legyünk abban, hogy hol vannak a mi kincseink, hol vannak a fizikális kincseink, hol van a mi anyagi dolgunk, a mi vetésünk. Gondolj bele, hogyha te beadakozol X összeget, abban az X összegből mennyire tud előre menni Istennek a királysága? Mennyire tud előre haladni, hogy hány ember tudsz megnyerni? És ezzel a cselekedettel a legfontosabb dolog az az, hogy te lelkeket nyertél meg, és a mennyben gyűjtötted a kincseket. E világnak a pénze elmúlik. A gyönyörű lakásod elmúlik. Elmúlik a fantasztikus autó.
elmúlik nagyon sok minden más dolog, amiben vetettél. Sőt, még a tested is elmúlik. A testünk is el fog múlni. Ha hiába vetsz nagyon sok időt a testedbe, egész nap azzal vagy elfoglalva, hogy építsed a saját testedet, de ez is elmúlik. Minden fizikális eredetű dolog elmúlik, amikor az Úr Jézus visszajön. Pont ezért nagyon fontos, hogy ne fizikális szinten vessük, és nem a fizikális életbe, hanem amit kaptál Istentől, azt rakd bele Istennek a királyságába. És ez legyen minden nap a szemünk előtt. És most fogunk azért imádkozni, hogy legyen ebben nekünk bölcsességünk, és hogy a szívünknek az állapota ezt eredményezze. Hogy Isten királysága mindenben az első. Hogy a vetés és aratás törvényét be tudjuk tölteni szív szerint. Hogy szív szerint tudjunk megállni ebben. Ezért fogunk most imádkozni. Atyám, a názareti Jézus nevében imádkozom most az én testvéremért, és imádkozom, atyám, azért, hogy tudjunk megállni ebben a názareti Jézus nevében bölcsességgel. És atyám, azért imádkozom, hogy legyen ilyen a szívünknek a hozzáállása, legyen ilyen az életünk, hogy példaértékűek lehessünk, atyám, a keresztények között is, atyám. Lehessünk példaértékűek abban, hogy mi a számunkra az első, mi számunkra a legfontosabb, atyám. Imádkozok azért, hogy a te királyságod legyen az első számú helyen a mi életünkben, mind anyagilag, mind fizikálisan, mind lelkileg, mind szellemileg, mind az erőnkben, mind az időnkben, a názareti Jézus nevében. A názareti Jézus nevében, és atyám, így adok neked hálát azért, hogy te adsz kegyelmet ebben, te adsz nekünk ebben kegyelmet, atyám, hogy amíg mások testi élvezetekkel vannak elfoglalva, addig köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy mi egy örökké valóságon keresztül élvezzük a te jelenlétedet, a te dicsőségére, és köszönöm neked, atyám, hogy minél inkább vetünk, annál inkább aratunk is. Imádkozom azért, hogy a magyar eklézsia ezt felismerje, imádkozom azért, hogy a magyar nép ezt felismerje, hogy minél inkább vet a te királyságodba, annál inkább tud bővölködő módon élni. Imádkozom ezért, hogy ez nyilvánuljon meg a mi életünkben, hogy ez deklarálódjon a mi életünkben. Imádkozom ennek a kiteljesedésért magyar országon. Imádkozom ennek a kiteljesedésére a magyar eklézsiában, a názareti Jézus nevében. Ezért a felismerésért, ezért a réma igéért, a názareti Jézus nevében. És köszönöm neked, atyám, hogy te helyezed el a te népedben a kincseket. Te helyezed el a te népedben, atyám, a szellemi ajándékokat, a megtérőket, atyám. Imádkozom azért, hogy tudjunk vetni egyre többet a megtérőkért. Imádkozom azért, hogy felinduljon a te népednek a szíve, azért, hogy tudjunk vetni az elveszett világért, hogy tudjunk ebben aratni is, atyám. Imádkozom azért, hogy ez legyen a mi életünkben egyre inkább teljessé, atyám, a názareti Jézus nevében, hogy a szívünknek az állapotát formáld. Kedves drága Szent Szem, formáld a mi szívünket, hogy tudjunk elváltozni ennek a módján a názareti Jézus nevében. A Jézus Krisztus nevében. Így köszönöm neked, atyám, a názareti Jézus nevében. Azt írja az Efézus 6, 7-től 9-ig. Ne tévejegjétek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. És ezzel az igével fogok búcsúzni tőletek, hogy ennek a fejében kezdjünk el vetni, hogy aztán tudjuk is azt, hogy mit aratunk. Ahogy viszonyulsz Istennek a királyságához, Istennek a népéhez és Istenhez, azt fogod láratni az életednek a hátralevő részében. Mivel az élet szellemi és nem fizikális eredetű, hanem szellemi síkon dől el minden, ezért amit te szellemi módon megcselekszel vagy nem cselekszel, az alapján fog megtörténni nagyon sok dolog. És akár ismerted ezt eddig, akár nem, felfedezheted az életedben, hogy ez így működik. És bátorítalak téged, hogy nyugodtan szenteld oda az életedet Krisztusnak. Bátorítalak téged arra, hogy nyugodtan áldozd oda az életedet, az életednek a teljességét Isten királysága számára. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki elveszti az életét, én értem és az evangéliumért megtalálja azt. De aki megtartja az ő életét, az elveszti. Kedves testvérem, ne az legyen a legfontosabb számodra, hogy mit akarsz még a saját életedbe felhalmozni. Hanem az, hogy rakd le az életedet Istennek a királyságáért. Mert amit vetsz, azt fogsz aratni. Atyám, imádkozom ezért a felismerésért a te egyházadban. Imádkozom azért, hogy legyünk ezzel tisztában. Imádkozom azért, hogy ne tévejegjünk ezen a területen. Hogy legyen egy tiszta kijelentésünk a vetésről, és egy tiszta kijelentésünk az aratásról. Ezért imádkozom, hogy dicsőséges módon tudjunk megállni minden időben. Sátánnak a tervei ellen. E módon is, a názareti Jézus nevében. Amen. Így kívánom nektek, hogy legyetek bővölködőek anyagilag, legyetek bővölködőek szellemileg, fizikális szinten, és Istennek az áldásai halmozzák el az életeteket. És hogy legyen egy csodálatos napotok.
Isten ezt szeretné cselekedni velünk. Ezért mondtuk el most ezt a fantasztikus kijelentést, hogy tudjunk ezáltal növekedni és menni előre. Isten áldjon meg benneteket, legyen csodálatos napotok, találkozunk a héten továbbra is, kövessetek bennünket. A mai napon Dávid sátor a gyülekezetünkben, és vasárnap pedig 10 órától várunk szeretettel titeket az Isten tiszteletre. Isten áldjon meg benneteket! Minden hétköznap reggel ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs.